A világ egyik legnagyobb kiadóvállalata, a HarperCollins azonnal támadások keresztüzébe került, miután olyan atlaszt adott ki, amelyiken nincs rajta Izrael. A térképen Jordánia és Szíria egészen a földközi tengerig tart. Gáza és Cisjordánia neve is megjelenik, de Izraelről szó sincs. Anglia és Wales püspöki konferenciája szerint a kiadó komoly kárt okozott a térségben zajló békefolyamatoknak. Az atlaszokat a perzsa öbölben működő angol nyelvű iskolába szánta a kiadó egyik leányvállalata. A cég szóvivője azt mondta, hogy a célközönség számára elfogadhatatlan lett volna, ha feltüntetik Izraelt a térképen. Az atlasz kifejezetten a helyi igényekre szabva készült. A kiadó azóta elnézést kért és közölte, hogy az atlaszokat visszahívják és megsemmisítik.